Minél régebbre tudja valaki visszavezetni a családfáját, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a családi vérvonalban különböző nemzetiségek találkozását fedezi fel. Ezzel a gondolatmenettel kezdte köszöntőbeszédét Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke a Szatmárcsekén tartott nemzetiségi találkozón. Leginkább a roma cigány nemzetiséggel vannak napi érintkezési pontjaink, hiszen ők vannak legnagyobb számban a Vármegyében. Csekély számban németek a határ néhány településén, illetve Napkoron, Rakamazon, és hát tirpákok, szlovákok, akik eltűnőben vannak sajnálatos módon. Emellett persze a nemzetiségi törvénynek köszönhetően van Nyíregyházán lengyel nemzetiségi önkormányzat, ruszin, ukrán nemzetiségi önkormányzat is működik a vármegye székhelyen. Tehát ezek a nemzeti közösségek igazán kis létszámúak, és mondjuk az utóbbi években betelepültekből állnak, hiszen őshonos nemzeti közösség, tirpák, szlovák közösség van Nyíregyháza környékén, Nyíregyháza bokortanyáin. Nagyon erősen, sajnos nagyon erősen asszimilált állapotban, és ugyancsak ez igaz a németekre is. Bárkányi Tamás kiemelte, a vármegye települései erős kapcsolatokat építenek a lengyel testvértelepülésekkel, ami a két ország közötti együttműködést is erősíti. 7 olyan megyei településünk van, akinek élő lengyel testvértelepülési kapcsolata működik. Legizgalmasabb az ópályi együttműködés, mert ópáinak a testvérváros Dukla, ők 46 évvel ezelőtt kötötték meg az együttműködési szerződést. Erősné Balogh Szilvia, az Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesületének elnöke úgy fogalmazott, céljuk a roma kisebbségek segítése a társadalmi felzárkóztatásban. Például az iskolai lemorzsolódás megakadályozásával, de különösen fontos számukra a roma nők támogatása is. A roma nők terén én azt gondolom, hogy ott nagyon nagy változás van, hiszen a roma nők egy körülbelül 10 éve elkezdtek másképp gondolkodni, másképp élni. Ugye azok a fajta tradíciók, amit korábban jelen voltak, hogy a férfi ugye otthon eltartotta a feleséget, és otthon volt, hogy a családanya szerepét töltötte be csak a nő, most már megjelennek a munkaerőpiacon, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen ugye a mindennapi megélhetést és a szükséglet kielégítéséhez nagyon fontos, hogy egy családban legalább a két szülő dolgozzon. Laborci Géza, az Oltalom Szeretett Szolgálat igazgatója úgy fogalmazott, a mai történelmi helyzetben különösen fontos, hogy a nemzetiségek és a különböző kultúrák találkozásából ne konfrontáció, hanem egy új minőség szülessen. Azért is vagyunk itt, mert mi ilyen egymásra épülő szolgáltatási lépcsőfokokat építettünk ki az évtizedek folyamán, hogy aki bajban van, az a gyerekkortól éppen akár az egyetemig is tudjuk végigkísérni. A fetébe a első 1000 napon kapjon a gyerek egy olyan segítséget meg a család, hogy ne a nyomor szocializálja, hogy mire az óvoda kapujába ér, sokszor a nehéz helyzetben lévő gyerek már alkalmatlanná válik mindenre. Az első 1000 napban a beavatkozásokkal segíteni próbáljuk, hogy ez ne így legyen. Óvoda, iskolába megfelelő képességű gyerek érkezzen, kollégiumainkba fogadjuk a nehézebb sorsú gyerekeket, és ott kap szintén egy többlettámogatást, vagy a tanodákon keresztül, és aztán a szakma, vagy egyetemen, egészen az egyetemig, és a roma szakkollégium meg azt segíti, hogy akkor már diplomához is jussanak. Laborci Géza előadásában elmondta, hogy eddig 150 diákot támogattak az egyetemi tanulmányok megkezdéséig. Közülük eddig 130-an szereztek diplomát, és valamennyien azóta is aktív munkavállalók, sokan közülük szociális területen.